Ha valakinek tényleg nagyon rosszkor jött a pandémia a szexárdi sportegyesületek közül, az újult erőre kapott 5 évvel ezelőtt eszközök, támogatások, versenyzők hiányában a megszűnés szélére sodródott szexárdi kórházese vívó szakosztályának mindenképpen. A klub új versenyzőkkel, új modern eszközök birtokában ugyanis elindult a fejlődés az előrelépés útján, de az idén jött az időszakos leállás. Sajnos a vírus helyzet miatt mi is szükséges volt, hogy megálljunk az oktatásban. Novemberben szakítottuk meg így az edzéseket, sajnos azóta nem tudunk tartani. Tervezzük, hogy a januári időszakban majd, hogyha lehetőség válik arra, hogy újraindulhatunk, akkor mi fel vagyunk készülve erre. Hiányzik is mindenkinek, nem csak gyerekeknek, jó magamnak is nyilván ez a szereplés és gyakorlatilag a felkészülés maga. A versenyek nem mindegyike maradt el, de sajnos mi ezek miatt, mivel nem tudtunk rendesen felkészülni ezekre az országos vagy korosztályos versenyekre, nem tudtunk elmenni, nem vettünk részt. Éppen egy héttel ezelőtt is volt egy vidékbajnokság, ahova szintén ugye nem tudtunk elmenni, hiszen nem volt összeállt csapatunk. Az egymással, illetve fegyverekkel való érintkezés nélkül ez a sportág nem létezik, így nagyon várják a vírus helyzet enyhülését, az edzések folytatását, hogy a tavaszi versenyekre már felkészülten vehessenek részt a kórházese vívói. Időközben örvendetes módon egy olyan eszközzel is gazdagodtak saját forrásuk és újabb városi támogatás révén, ami a minőségi képzésbe bizony nagy segítség. Egy olyan, hát úgy mondom, segédeszközt szereztünk be, éppen a napokban érkezett, ami egy nagy beruházás az egyesületünk számára. Ez egy mobil fém vívópást, ami gyakorlatilag mozgatható. Gyakorlatilag, hogyha a terembe fölgurítjuk, akkor versenyszintű körülményeket tudunk biztosítani a gyerekeknek. Tehát úgy, ahogy a versenyen ezekkel a fénypástokon vívnak a fiatalok, ezeket próbáljuk majd ezzel a csoporttal is, tehát a haladó csoporttal is majd, és ezen fognak majd vívni. Kérdés volt a kimaradt hónapok után, hogy a kezdők, vagy már az alapokat elsajátítók visszatérnek-e, hülyek maradnak-e választott sportágukhoz. Mindenki nagy örömmel jött, és hát a tagjaink körülbelül 80-90%-a vissza is jött. Néhányan morzsolódtak le, főként továbbtanulás, meg egyéb más elfoglaltság miatt, úgyhogy ezeket a gyerekeket egyrészt tovább kell fejleszteni, tovább kell nevelni, és másrészt meg az is, hogy ugye az ősszel kezdett csoportunkat, ahogy említetted is, nem csak hogy szinten kell tartani, hanem ugye nyilván ők is szeretnének fejlődni. Ha indulunk, akkor ők is szívesen jönnek és folytatják az oktatást. Újra stabilizálódott a versenyzői létszám, a lemorzsolódók pótlására újak léptek be. Garai előtt szakmai vezetőnek még mindig besegít az edzésekbe a szakosztály alapító főorvos Vastag Oszkár. Ám egy Paksról érkezett új szakemberrel bővült az edzői létszám. Magával a kezdő oktatásában nagyon sokat tud segíteni, nyilván én pedig a többiek oktatásával, esetleg iskoláztatásával, versenyfelkészítéssel jobban tudok foglalkozni, és egy nagy segítség, nagy öröm, hogy ugye az István be tudott segíteni, és be tud segíteni, és vállalja is ezek után is a segítés. 5 év minő változás a szexárdi vívósportban. Ahogy elnéztük már a nyári edzőtáborban a kezdőket, de még inkább a haladókat, előbb a regionális, majd az országos versenyeken is bizony újra lehetnek figyelemre méltó szexárdi eredmények.